Ebben a kis kertészetben leginkább saját termesztésű növényeket árulnak, melyeket a Pécs melletti területükről szállítanak ide, Uránvárosba. A különleges megrendeléseket azonban most nem minden esetben tudják teljesíteni, hiszen a nagyobb díszfaiskolák, kertészetek bezártak. Veres Tamásék 404 szögöl területen gazdálkodnak, nekik díszfára lett volna szükségük. Igazából én rendszeresen járok ebbe a kertészetbe, most konkrétan azért jöttem, mert volt ígéretem arra, hogy galagonya díszfát, azt majd tudnak nekem szerezni, de most kiderült, hogy a koronavírusnak következtében azok a kertészetek, azok bezártak, ahonnan ők ezt tudták volna hozni, úgyhogy egyelőre most ez eltolódott egy későbbi időpontra. A koronavírus járvány idején egyre többen kertészkednek, akár a családi ház kertjében, akár az erkélyen. Mostanában a balkon növényeket keresik leginkább. Több magokat vesznek az emberek, több fákat ültetnek, virágok most azért visszaestek, a dísznövény pálmákat nem vesznek, ilyen teleltetős dolgot nem vesznek, a dísznövények visszaestek, de többen kertészkednek, szívesen jönnek most. Zsuzsától több érdekességet is megtudhattunk. Ez az angol muskátli, ez most érkezett, erre azt mondják, hogy vírusölő, ez pedig ez a növény, pedig a szúnyogriasztó. A szúnyogriasztó növények régóta népszerűek, de a különböző virágok jótékony hatásait csak most kezdik felfedezni az emberek.